Csúszdázók a szexádi strandon, egy teljesen hétköznapi fotó is lehetne ez, csak hogy a felvételek csütörtökön este 8 óra után készültek, akkor, amikor az élményfürdő hivatalosan már zárva tart. Az egyik fotón látszik is a csúszdatoronyra helyezett óra, bőven elmúlt este 8 óra. A felvételek készítőjétől úgy tudjuk, a fürdő vezetője is a jelenlévők között volt. Ő egyébként csütörtökön délelőtt írásban tiltotta meg, hogy bármiféle róla készült felvételt felhasználjunk. Pedig az ügyről Ács Rezső, Szexet polgármestere is beszélt pénteki hétértékelő sajtótájékoztatóján. Ő is megkapta a képeket. Azt mondja, reméli, hogy az Éjjel Szexárd frakció által kinevezett strandigazgató nem azért emelte meg drasztikusan a helyi strand belépőinek árát, hogy abból a szexárdiak kárára a saját szórakozását finanszírozza. És azt tudni kell, hogy ezen eszközök üzemeltetése, főleg egy személy esetében nagyon drága. Hogyha a költségeket is összeadjuk, akkor jelentős mértékben növekedtek az uszodának vagy fürdőnek a költségei, és ugye mivel rövidebb az idei szezon, mint az elmúlt években volt, hiszen egy nyitott ki maga a fürdő a szokásos időben, és ugye felújítást kell elvégezni, ezt a város finanszírozta. Én azt gondolom alapvetően, hogy az idei év az egyik leggyengébb sajnos a fürdő esetében. Ács Rezső szerint pedig ezen egyáltalán nem segít, hogy éjszaka a zárás után is működtetik a strandon a világítást és a csúszdák vízforgató rendszerét, csak azért, hogy az igazgató saját célra tudja használni azokat. A szexádi strandon nem ez az elmúlt hetek egyetlen meghökkentő esete. Egy hete hatalmas felháborodást váltott ki, hogy olyan mértékben emelte meg a belépőjegyek árát az igazgató, ami lehetetlenné tette, hogy a nem tehető szexádi családok itt pihenjenek. A Facebookon volt, aki azt írta, hogy idézem, vigyen pénzt mindenki rendesen magával, mert igencsak megemelkedtek a belépőárak. Egy másik nő pedig úgy fogalmazott, hogy ilyen árak mellett elérték, hogy ne menjek. Az 1300-1500 forint eléggé korrekt volt, de 3000 forintot a semmire kérnek el, inkább megyek máshova. Ács Rezső, a város polgármestere most azt mondja, levelet írt a strandigazgatójának, amiben azt kérte, mérsékelje a belépőjegyek árait. Én azt kérném, hogy a következő időszakban, amellett, hogy mérsékelj hogy vissza a szexárdiaknak az érjárait, nézzük át, hogy milyen olyan pluszszolgáltatásokat lehet bevezetni, mert nem voltak idén pluszszolgáltatások, amivel lehetne növelni az eredményességet és a bevételeket is természetesen. A szexárdi strand idén amúgy is nehézségekkel néz szembe. A koronavírus miatt ugyanis egy hónappal rövidebb lett a szezon, és ráadásul az is korlátozva van, hogy egyszerre hányan lehetnek bent. Ezekhez jön még hozzá a drasztikus jegyáremelés.